Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége meghívására többnapos romániai látogatásra érkezett Fernando Veren, az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja. A látogatás célja a helyszíni tájékozódáson túl a Kárpát-medencei magyarság kisebbségi jogai betartásának általános felmérése. Kolozsváron a Szapiencia Egyetem nagy termében kerül sor a régió magyarsága képviselőinek beszámolóira. We have to be clear that here my role was to explain mainly what is the mandate of the UN Special Rapporteur on Minority Issues and to explain that in terms of the rights of minorities with the UN we're referring to the human rights of minorities. So as part of the panel here at this conference it was important for me to receive information which was provided so that I have a better sense as to what are the challenges here for different minorities in Romania and elsewhere also, but also what are the opportunities. So I think I noticed that this is a quite positive approach. We have a tendency sometimes to talk all the time about difficulties or deficiencies. At least here also there was a talk about, well, here are areas where we could do improvements, we could make improvements. And I think that for me was very important to have a better sense of, yes, the difficulties, but yes, also the opportunities of doing better, to better respect the rights of minorities. Hát alapvetően a felvidéki politikai képviselet magyarság szempontjából egy megosztott helyzettel áll szemben. Van egy begyes párt, amely most bent a parlamentben, és van egy nemzeti alapon politizáló párt, a Magyar Közösség pártja. És ez a megosztottság ahhoz vezet, hogy 2020-ban a parlamenti választásokkor könnyen előfordulhat, sem az egyik, sem a másik formáció nem kerül be a szlovák törvényhozásba. Ez egy nagyon komoly feladat. Noha a választások évét éljük, ebben az évben önkormányzati választások voltak, jövő évben társasági elnököt és európai parlamenti képviselőket választ az ország, tehát állandó választások közepette nagyon oda kell figyelni arra, hogy a politikai képviselet az megmaradjon, mert ez alapvetően fontos, hogy intézményrendszerünk, az anyanyelvű oktatásunk, és hát magának az anyanyelv használatnak a ténye is mindig lehetőségként és megélhető lehetőségként legyen a felvidéken. Tehát nem elég csupán a politikai képviselet, kell egy egységes képviselet, és mind a mellett természetesen most ezen a konferencián is elhangzott, hogy nyelvi tervezési folyamatok is kellenek, hisz a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó törvény Szlovákiában, amely 1999-től van érvényben, sajnálatos módon egy olyan törvény, amelyet nem csak alkalmazni nem lehet, nem is tölti be a küldetését, tehát nagyon szűkösen értelmezi a nyelvi jogokat, és az egyénre szűkíti, nem a közösségre. Az alapvető célja ennek a látogatásnak az, hogy az ENSZ magasrangú diplomatáját közvetlenül tájékoztassuk a magyar közösségek problémáiról. Elhívtuk ide a felvidéki, vajdasági és kárpátaljai magyar közösségek vezetőit, hogy mutassuk be azt, hogy a Kárpát-medencében a magyar közösségeknek általában nagyon sok megoldatlan problémájuk van, és ezen belül alaposan kibontottuk meg a kétnapos látogatás arra ad lehetőséget, hogy az erdélyi magyar közösség problémáiról beszéljünk. Itt kiemeltünk néhány szorító témát, az egyik az oktatás, és Marosvásárhelyen lehetőség lesz arra, hogy a közoktatásról, felekezeti oktatásról, felsőoktatásról részletesen tájékozódjon a Modye ügyéről, a Székely Mikó kollégiumról, a Vásárhelyi Katolikus Gimnázium ügyéről. A második probléma halmaz az ingatlan visszajuttatás. Egyházi vezetőkkel találkozott Kolozsváron a vendégünk, és részletekbe menően tud most már arról, hogy a római katolikus, a református, unitárius, evangélikus egyház esetében egy létező állami jogi keretet maga az állam nem tart be, ami hihetetlen egy nemzetközi összehasonlításban is, de hát ez a helyzet gyakorlatilag a közösségeknek elvették azt a jogát, hogy visszaszerezzék a tulajdonukat, sőt, visszaállamosítás is történt. Illetve a harmadik témakör az anyanyelvhasználat, amelyet a törvény szavattól csak a gyakorlatban nem mindig működik. Az önkormányzatok nem teszik lehetővé az anyanyelv használatát a közalkalmazottakkal való viszonyban, nincs is elég közalkalmazott, ugye, aki például magyar nyelven tudna, a formanyomtatványok igazából nem működnek anyanyelven. Tehát itt számos tennivaló van, és azért hívtunk el szakértőket, hogy ennek a különböző vonatkozásait bemutassák a vendégnek. Én azt gondolom, hogy fontos ez a nyitottság, amit íme egy másik intézmény részéről tapasztalunk. Eddig inkább európai dimenzióban beszéltünk a jogainkról, és most az ENSZ
dimenziójában is lehetőség van arra, hogy beszéljünk a problémáinkról, és hogy arra kérjük az ENSZ kisebbségi különmegbízottját, hogy a készülő emberi jogi dokumentumokba majd bekerüljenek a számunkra is fontos jogok, és azokra figyeljenek az ENSZ intézményeiben is. Ukrajna történetének legmélyebb válságát éli, 2004 tavasszal óta fegyveres konfliktusban áll, területének egy részét elveszítette. Éppen ezért az ország vezetői megpróbálkoznak azzal, hogy valamilyen eredményt mutassanak fel a politikában. Kevés mozgásterük van, az egyik legfontosabb terület, ahol eredményeket tudnak felmutatni, ez a kisebbségpolitika, a nyelvpolitika, az oktatáspolitika. Éppen ezért az ukrán állam jelenleg azzal próbálkozik, hogy az ukrán nyelvet minél inkább helyzetbe hozza, de más nyelvek kárára. Ennek a törekvésnek az elsődleges célpontja az Ukrajnában élő több milliós orosz nyelvű közösség, azonban a farvizen mi kárpátaljai magyarok is, hát hogy úgy mondjam, kapunk csapásokat, és amit egy több milliós közösség elvisel, vagy túlél, az lehet, hogy halálos lehet a kárpátaljai magyarok számára. Hiszen ahhoz, hogy egy kisebbségi közösség fennmaradjon, kellenek beszélők, akik ezt a nyelvet fenntartják, kellenek lehetőségek, hogy használhassuk ezt a nyelvet, kell olyan szándék, hogy továbbadjuk ezt a gyerekeinek, a következő generációknak, és persze kellenek jogok ahhoz, hogy mindezzel élhessünk. Jelen pillanatban az első három tényező még megvan, de a jogainkat nyírbálják, és ez összeadódva a háborús konfliktussal, a behívások veszélyével, a gazdasági mélyrepüléssel erodálja a másik három tényezőt is. Vagyis egyre többen mennek el Kárpátaljáról, egyre kevesebb jogunk van, és mindez ahhoz vezethet, hogy az oroszok ellen irányuló ukrán politika a kárpátaljai magyar közösség végét jelentheti akkor, ha nem találunk szövetségeseket és ha nem fogunk össze. Fernando Veren Kolozsvár után Marosvásárhelyre látogatott, ahol a tükörteremben hallgatta meg a magyarság jogorvoslásra szoruló gondjait.